Sziasztok, ez itt újra a Szélárnyék Forma 1-es podcast. Idénybeli 8. adásunkkal jelentkezünk. Én Szabó Balázs vagyok, és itt van velem szokásos műsorvezető társam Takács Áron, és most egy külön új szélárnyékozót is köszönhetek, mégpedig Ráti Józsi van itt, az FK, azaz a fűzővel kifelé alapítója, és hát nem utolsó sorban nagy Forma 1 fanatikus. Hát sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és természetesen Józsit is. Köszi. Hát, egyébként minden ilyen szélárnyék, vagy hát új szélárnyék hozót meg szoktunk kérdezni az ügyben, hogy mióta követi a Forma 1-et, mi okozta azt a nagy szenvedélyt. Esetleg te is elmondod akkor? Persze, elmondhatom. Rólam azt kell így előjáróba tudni, hogy én a gyerekkoromat az Kárpátalján töltöttem, és ennek egyik velejárója az volt, hogy elég limitált lehetőségeink voltak például ugye, és különböző sportokat nézni, tehát például ilyen Premier League, olasz szériá, vagy bármi, tehát ilyesmi nem igazán volt. Így a gyakorlatilag, ami sport és televízióba ment, az gyakorlatilag csak a Forma 1 volt, és nálunk az nagyapám, tehát így összeültünk, akkor nagyapám, édesapám, a unokabátyáim, rokonok, mindenki, tehát ez egy ilyen nagy családi esemény volt. Aztán ott mindenki Coulthardnak, meg Häkkinennek, meg Räikkönennek szurkolt, én meg voltam az egy Ferrari, mert nekem a piros volt a kedves színem, úgyhogy ez egy ilyen vicces dolog volt. Hogy jó, a Ferrari is. Úgyhogy, várjál csak, hogy is volt, az talán a negyedik, meg az ötödik VB címét az már úgy nagyjából úgy végigkövettem, tehát nagyjából erre datálható az, hogy mikor kezdtem el így komolyabban nézni a Forma 1-et, és azóta így töretlenül kitartok mellette, kevés Ferrari sikerrel, sőt, nagyon kevés Ferrari sikerrel, bár mondjuk hozzáteszem, hogy Räikkönent én is nagyon szeretem, vagy szerettem, már csak ilyen családi örökség ként is, úgyhogy ez a Räikkönen Ferrari bajnoki cím, ez nagyon sokat dobott az én, nem tudom, én lelki boldogságomon, azóta viszont egy sok sikerélményben nem volt része. Hát igen, akkor valószínűleg te is ismered azt az életérzést, hogy úgy körülbelül olyan december tájéken, a majd jövőre. Hát Balázsnak nem kell ezt bemutatni, ezt az életérzést. Te elég gyakran elhozza, de a szélárnyékba is. Hát tavaly meg úgy volt, hogy majd 2 év múlva, úgyhogy igazából egyre rosszabb. Na és igazából így a 8. adásunkon ugye túl vagyunk a portimaui portugál nagydíjon, ahol ugye Lewis Hamilton győzedelmeskedett, de még mielőtt a futam kibeszélünk belevágunk, azért beszéljünk egy kicsit az előzményekről, hiszen ugye bejelentették, hogy a kanadai nagydíj helyett a török nagydíj fog részt venni a naptárban, nem is olyan későn, hiszen talán júniusban már ott is lesz a versenynaptárban, és hát reméljük, hogy ezt a korcsolya pályát ismét visszakapjuk, talán megint egy kis esővel. Habár azt is reméljük, hogy most nem fog 8-szoros világbajnokot avatni, mint ugye tavaly 7-szeres világbajnok lett új számítom. Ehhez mit szóltok, örültök-e neki, vagy Kanadát, azt jobban szeretitek, vagy hát meggyőzött a tavalyi futam? Én kifejezetten szeretem egyébként a kanadai pályát, a tavalyi futam az nagyon különleges volt, ezzel az elsős futammal, meg ugye újra aszfaltozták a török pályát, ezért nem nagyon volt tapadás a autóknak. Szerintem azért idén már jobb lesz ebből a helyzet, és nem lesz ennyire jégkori pálya, és nem hiszem, hogy újra esne az eső, úgyhogy az, hogy valóban mit tud ez a török pálya nekünk száraz körülmények között, az majd most fog kiderülni. Portimao egyébként eléggé hasonlóan ugyanazt hozta, mint az előző szezonban, egy retro pálya, szeretjük, meg nem is szeretjük, azért nem a legizgalmasabb helyszín, de mégis van egy különlegesség, egy varázsa, hogy a török nagydíj mennyire lesz izgalmas és érdekes, az majd kiderül, de biztos vagyok benne, hogy teljesen más futamot kapunk, mint tavaly. Ezzel abszolút egyetértek, az izgalmakat meg leginkább azt tudja majd biztosítani, hogyha van 2 jó autó. Mert eddig nem igazán volt Hamiltonnak a legtöbb kisebb-nagyobb felvillanásokat eltekintve nem igazán volt kihívás, és így tök mindegy, hogy milyen volt a pályának a karakterisztikája, vagy mennyire volt a középmező mondjuk izgalmas, vagy lehetett az izgalmas, de
így futam győzelemért nem nagyon kellett a legtöbb esetben izgulnunk. Úgyhogy most ez nagyon leginkább a Red Bulltól fog függni, hogy mennyire lesz jó. Nekem nincs különösebb problémám a török nagydíjjal. Én azt se bánnám, ha esne vagy bármi ilyesmi történne. Ez az általában még izgalmasabbá tudja tenni a futamokat. De én tényleg a Red Bullon múlik és Verstappen formáján, hogyha ők jók lesznek, akkor tényleg lehet egy izgalmas futam körülményektől és pályától függetlenül. Ha meg nem tudják tartani a Mercedes-szel az iramot, akkor tényleg odáig juthatunk, hogy Hamilton megint nagyon korán bebiztosíthatja a rekordot, az abszolút rekordot jelentő 8. bajnoki címét. Igen, és hogyha már izgalmak után áhítozunk, akkor ugye említsük meg azt is, hogy bejelentése került hivatalosan is a sprint versenyek bevezetése ebben az évben, és ugye már Silverstone-ban és Monzában is kapunk belőle ízelítőt, és hát ugye Charles Leclerc is elmondta, hogy hát nagyon várja, mert végre padlóig nyomhatják a gázt, és hát érdekes kérdéseket vetett fel ugye ez az egész téma, hiszen azért néhányan azt látják ebben az egész témában, hogy a forma egy kicsit elamerikanizálódik, ugye ezekkel a kicsit sekélyesebb megvilágításokkal. Sokan viszont a legnagyobb izgalmakat várják ettől. Nem tudom, te mint Józsi, te mint azért régóta szurkoló, mit vársz ettől, vagy neked sértett egy picit azt a régi hozzáállásodat, ami azért benned van? Nem igazán. Ugye sokan, akik kritizálták ezt az egészet, azzal jöttek, hogy ezzel is felhigítják a versenyt, mesterségesen próbálják érdekesebbé tenni, hogy akkor miért nem tesznek súlyokat az autóba, vagy akkor, mint ahogy Ecclestone mondta annak idején, egy ilyen locsoló pálya kell, és akkor random időközönként majd felöntözni a pályát, esetleg ilyen brakkos gumikat, hogy egy-kettő néha robbanjon fel. És amúgy van ilyen szinten igazuk annak, hogy ez a hagyományostól ez eltér, de szerintem ez egy nagyon jó lehetőség lehetett volna, egy nagyon jó opció, ami tényleg ilyen extra izgalmakat hozhatott volna a Forma 1-be. Ugye most az a helyzet, hogy csak az első, tehát ugye ezt fogja meghatározni a versenynek a rajt sorrendjét, előtte lesz egy hagyományos időmérő, lesz utána jön a sprint futam, és utána jön majd a maga a futam, és akkor a sprint futamnak a végeredménye határozza meg a rajtrácsot, de nem lesz se fordított rajtrács, se semmi extra, ami szerintem egy kihagyott lehetőség, ráadásul még a szerintem a verseny is sikerült megcsonkítani azzal, hogy kitalálták azt, hogy csak az első három helyezett kap pontot, az is csak 3-2-1. És azért nagy eséllyel tudjuk, hogy mi fog történni, van 4 autó legjobb esetben, akik ezekért a pontokért küzdhetnek, és a többieknek meg szerintem ez nem nagyon fog különbözni egy második, harmadik szabad edzéstől, ami egyben egy ilyen rekvalifikáció is nekik. Nem igazán látom ebbe a versenyzésnek az izgalmát, hogy te lehetsz hihetetlenül jó, megszerezheted a 4. helyet, és nem kapsz tényleg még egy pontot se érte. És nem tudom, mekkora lesz a csapatokban, vagy a pilótákban a motiváció, hogy kockáztassanak egy ütközést, hogy esetleg akkor a futamra most még extra hátrányba kerüljenek, vagy ugye amikor Bottas összetörte az autóját, akkor megint előtérbe került az, hogy most költségvetési sapka, és akkor ez problémákat okozhat. És nyilván adnak valami kompenzációt, de nekem ez eléggé vérszegénynek tűnik így. Lehetett volna mondjuk több pontot adni. Lehetett volna fordított rajtrács, hogy legyen a csapatoknak lehetősége taktikálni. De majd úgy, hogy az első 10-en belül, tehát persze vannak pro-kontra érvek, csak valami olyan lehetőséget szerettem volna, vagy én olyat akartam volna látni, ahol van lehetőség taktikázni, ahol dönthet úgy, hogy mondjuk a sprint futamot egy picit beáldozod, akkor a jobb lehetőségekért a futamon. Most meg arról van szó, hogy mindössze 3 pontot tudsz szerezni, ha megnyered, ami kvázi 3 gyorskörnek felel meg, 2-nek vagy 1-nek, és tényleg nem látom azt, hogy mindenki vért izzadna, vagy nagyon küzdene azért, hogy ilyen igazán nagy versenyek lennének. Tehát az tök jó, hogy lehet nyomni, meg biztos a pilóták fogják egymást úgy, fogja őket ez a dolog szórakoztatni, de szurkolóként nem nagyon látom, hogy tudsz azért szurkolni, hogy
nem tudom, Ricardo feljöjjön a hatodik helyről, mert oda kvalifikálta magát a negyedikre, és aztán utána legyen egy futam, ahol ez a negyedik még bármi lehet. Tehát előrébb nyilván nem megy, még hátrébb mehet. Nem, nem igazán látom, hogy ebben hol van az izgalmi fa. Hát igazából egyébként, bocs, még taki, mert valószínűleg belét folytatom a szót. Igazából az jelenthet plusz izgalmi faktort, hogy ugye a gumikkal nagyon, nagyon kell gazdálkodniuk, és jól kell sáfárkodniuk, mert a főfutamra már gyakorlatilag csak két szettjük fog maradni. Szerintem ezzel kompenzálták azt, hogy nagyon nem akarták azt a fordított rajtrácsot alkalmazni, mert az már nagyon elvette volna a Forma 1-nek a régi ízét, azt a hagyományosat, hogy tényleg nyomni kell azért. Tehát valaki nehogy visszalassítson azért, hogy ugye az F2-ben 8. helyen végezzen. Szerintem ez egyfelől egy jó megoldás, másfelől nekem egy picit elveszik a régi ízét a Forma 1-nek ezzel. Hát Balázs, mondta ki. Balázs tudja, hogy én azért viszonylag szeretem a újításokat, amellett, igen, hogy meg kell őrizni a hagyományokat. Szerintem itt mindig két szemszögből kell megvizsgálni az esetet. Az egyik a sportszakmai szemszög, a másik pedig a látvány, a show business, a pénz. A pénz szemszögéből ez mindenképpen jó, mert kapunk egy újabb eseményt, a nézők örülni fognak, kapnak egy újabb rajtot, a szabad edzés helyett, vagy pluszba bejön egy futam, a időmérő megmarad, úgyhogy mindenképpen még több sót kapunk, úgyhogy a nézők örülni fognak ennek. Abból lehet mondjuk még érdekes, mert valóban pontokat nem fognak itt osztani, úgyhogy nagyjából ez egy második időmérőnek fog megfelelni. Nagyjából így tudnám kategorizálni, hogyha mondjuk van egy safety káros, a futam második felében van egy safety káros esemény, akkor a kis csapatok egy okos gumi taktikával akár sokkal előrébb juthatnak, és mondjuk egy ház így mondjuk akár a sokkal előrébb indulhat majd el, de ők meg nem fogják tudni ezt kihasználni a futamon, mert tehát ha jönnek a körök és szép lassan kerülnek hátra, és szerintem itt nagyjából a versenynek az első negyedét fogjuk megkapni ebben a sprint futamban. Érdekesség, ki kell próbálni, inkább az a nagy kérdés, miért pont most, amikor van egy ennyire szoros futamunk, és azért egy-egy pont eldöntheti ez a világbajnoki címet, amikor a Red Bull és a Mercedes ennyire szoros csatát vív, és akárki fog veszíteni, biztos, hogy meg fogják említeni azt, hogy miért most kellett ezt kipróbálni, vagy ha pont ezeken a pontokon múlik, ezt ki lehetett volna pont a tavalyi totál káoszos, covidos szezonban próbálni, ahol nem voltak nézők, ahol rengeteg új helyszín volt, akkor ezt ki lehetett volna próbálni. Én nagyon kíváncsi vagyok erre a sprint futamra, hogyan fog kinézni, hogyha beválik, akkor valószínű velünk marad, de hogyha nem, akkor ismerjük el fiát, olyan gyorsan fogják eltörölni, ahogy csak lehet. Én nagyon örülök, hogy ez a Q1, Q2, Q3 megmarad. Itt a Q3-nak a vége, amikor nagy tűzi játék van, annak az élét is elveszik egy kicsit, mert majd a sprint futam dönt, és nem tudom, hogy mennyire fognak kockáztatni a csapatok. Meglátjuk, hogy ez izgalmas lesz-e taktikailag, vagy sok manóver fogunk látni. Egyelőre bennem több a kérdőjel, meg több az aggály, hogy ez nem fog működni, mint hogy igen, ez jó lesz nekünk. Én is kicsit így vagyok ezzel, pláne, hogy a nagy nyomást az nem is biztos, hogy összejön, mert hogyha az emberek elkezdenek inkább tényleg ilyen taktikai szempontból azt mondják, változok két helyet, de óvom a gumit, vagy akkor nem akarok még egy szettet elhasználni, mert úgy jött ki, hogy most vagy végig gurulok lassan, vagy akkor egy új szett gumit fel kell tennem, és akkor még egyel kevesebb lesz a futamra. Tehát így, hogy ezért vannak elég komoly limitációk, tehát ez nem igaz, tehát spórolós lett a Forma 1, a költségsapkával mindennel együtt, az egyre inkább ilyen spórolósabb lesz, és egyre kevésbé tudod nyomni, hogy akkor a gumi kibírja, hogy akkor a benzin ne fogjon el, stb. És akkor tényleg az kellett lenni, hogy én még azt is jobban elviseltem volna, jobban örültem volna neki, hogy akkor ezt ilyen picit, egy ilyen kis mini dolog így mellé, és akkor mindenki kap extra gumikat, mindenki kap extra, nem tudom én, benzin, de elengedik tényleg a limitet, hogy annyi folyjon át akkor a csövön, amennyi bír, vagy valami, és akkor tényleg nyomják, és akkor nézzük meg, hogy amikor maxon nyomják, akkor mire képesek ezek az autók, nem az, hogy akkor egy ilyen elgurulgatnak. Meg ráadásul ez is egy probléma lett, mi van akkor, hogyha mondjuk a Red Bull nem tudja tartani a tempót a Mercedes-szel, és akkor a sprint futamok is arról fognak szólni, hogy nem tudom, Hamilton Bottas, vagy a Bottasból nem is nézünk, de akkor Hamilton is elmegy 25 másodpercre, és,
És ez a rosszabban, hogy a középmezőnyből meg kiirtották a versenyt, mert hogyha az év, hogyha a top csapat vagy a top pilóta elhúz, akkor tényleg igazából nincs mit nézni, mert mit nézel. És akkor nem az van, hogy amúgy a középmezőny tényleg szoros, mert van 3-4 csapat is, amelyik odaérhet a dobogóra, nekik ezt nem igazán látod, hogy lesz nekik ebből tétük, miért nyomják. Nézett Hamiltont elő, a többiek meg maximum a 1-2-vel jobb pozícióért küzdenek, és azért nagyjából tudni fogjuk, hogy ki fog beférni a top 10-be, mert futamon látott teljesítmény az valószínűleg meg lesz. Úgyhogy így, hogy nem osztanak pontot, én elég kevés izgalmi faktort látok benne, de remélem nem lesz igazam. Hát igen, ezt majd mondjátok ki. Még egy, ami szerintem nagy hátrány ennek, a statisztikák. Hát a Forma egy rajongók, szakértők imádják a statisztikát, igen. És ha, aki megnyeri a sprint futamot, azt már ugye tudjuk, hogy nem lesz futamgyőztes, na de akkor, és ő indulhat majd a poleból, akkor ezen a hétvégén 2 polt osztanak ki, hogyha Hamilton megnyeri a Q3-at, megnyeri a sprint futamot, akkor ő egy hétvégén szerez 2 pole pozíciót, mert még erről sincs döntés, hogy aki megnyeri a sprint versenyt, az pole pozíciót kap el, mert igazából ő fog indulni a pole pozícióba, vagy hogyha Q3-ban megszerzed a polt, és a versenyen nem poleból indulsz, akkor az milyen pole pozíció, úgyhogy a statisztikák is bőven azért itt be fognak kavarodni. Hát ebből bele se gondoltam, így még rosszabbnak tűnik. Igen, tudtam, hogy Balázsnak ez lesz az a pont, ahol teljesen megutálja a sprint futamokat. Na de akkor még maradjunk a régi rendszerünkben, és akkor térjünk vissza egy kicsit a portugál nagydíjra, hiszen volt egy nagyon izgalmas, hát inkább Q1 és Q2 szempontjában nagyon izgalmas időmérünk, ahol nyilván azért meg kell említeni, hogy főszerepben a szél volt és a gumikezelés, hiszen ugye lágy gumik gyakorlatilag a harmadik szektor végére elfogyni látszottak, és nagy kérdés volt, hogy melyikkel érdemes igazából a gyorskört futni. Ugye George Russell megint egy Q3-as szereplés közelébe jutott, Sebastian Vettel 15 nagy díj után újra a harmadik szakaszba jutott, és ugye volt egy érdekes Verstappen hiba, és ugye elvett kör, ami ugye egy tizeddel jobb lett volna, mint Valtteri Bottas köre. Erre majd még egy picit a verseny után fogunk szerintem kitérni így a pályahatárok és a Michael Masi féle vezetésre. De akkor egy picit beszélgessünk arról, hogy azért Valtteri Bottas mégiscsak megszerezte ezt a 17. pole pozíciót, egyébként magabiztosan, de azért nagyon érdekes volt, hogy végül az izgalmak elmaradtak. Ti hogy éltétek meg? Akkor legyen az elsőség. Köszi, akkor kezdem én. Hát ez egy érdekes, hogy az első két hétvége után, ez egy kicsit unalmasabb kvalifikáció volt, ahogy a futam is. Egyáltalán nem mondom, hogy rossz volt, mert szerintem az egész szezon zseniális, de itt majd nem kaptunk meg azt a nagyon nagy tűzi játékot. A Q3-ban ugye feltámadt a szél, nem nagyon tudtak javítani a csapatok, de azért voltak csaták ugyanúgy, hogy kijut be a Q1-ből, a Q2-ből, a Q2-ből, a Q3-ba, de most sem volt itt annyira kélezett, hanem jobban szétválasztódtak a csapatok, bár nagyon szoros a középmezőn, meg a vége sem annyira gyenge, és például a Haasnál Mick Schumachert mindenképp már az időmérőn meg kell dicsérni, mert egész közel tudott lenni Latifi, ez Mazepint megint megvertem, most csak 4-5 tizeddel, de hogy Latifit el tudta majdnem kapni, és már arról ábrándozott a szabad edzések után, hogy na majd ő bejut a Q2-be, persze ezt megmosolyogtuk, de utána futamon bizonyította, hogy nem csak a levegőbe beszél Mick Schumacher, hanem nagyon-nagyon komoly teljesítményt tett le az asztalra, és amit még a időmérőn mindenképpen ki akartam én emelni, egy, hogy a Ricardo 16. lett, úgyhogy ráadásul a Q1-ben Norris pedig a második helyet szerezte meg. Ricardónak ugye nagyon-nagyon nincs meg a kapcsolata még az autóval, hát neki mindenképpen idő kell, Norris nagyon elkapta a fonalat, már ő ismeri a McLarent, és a Renault és a McLaren egy teljesen más építési kultúra, vagy teljesen máshogy van felépítve a kettő márka, és emiatt Ricardónak, mivel hogy nagyon későn fékez, és ezért nagyon meg kell bízni az autóban, és
nem, a vezetési stílusa miatt sokkal nehezebben tud alkalmazkodni a új autóhoz. Neki idő kell még, de ez most tényleg már-már ciki volt egy picit Ricciardótól, hogy bízunk benne, hogy tud javulni, azért a futamon tudott menteni, és akit még ki kell emelni, az az Alpine, akik hatalmasan fejlődtek, és nem csak a futamon, hanem az időmérőn is tudtak nagyon jól teljesíteni, elsősorban Okon. Abszolút egyetértek. Még én Vettelt is kiemeltem, volna még így extrán, hogyha már így Ricciardót is mondtad, hogy neki is ugye is hasonló problémával küzd, ahogy egyébként Alonso is, tehát most úgy tűnik, hogy idén a csapatot váltó pilótáknak extra, vagy extrán nehéz helyzetben vannak, hogy extra nehéz az autóhoz való hozzászokás, mindenki szenved. Én kifejezetten örültem Vettelnek, hogy végre bejutott a Q3-ba, aztán láttuk, hogy ez sok minden nem ért a végén, de így örültem volna, vagy örültem volna egy pontszerzésnek, de már ez is haladás, pláne úgy, hogy Stroll, ahogy Ricciardo, érdekes módon, ugye ő is nagyon hamar kiesett. Ez picit azért meglepő volt, pláne, hogy ugye új fejlesztéseket is kapott az autóról, olyanokat, amiket Vettel nem, úgyhogy ez így extra érdekes volt. De igen, az Alpinokat mindenképpen ki kell emelni, hogyha ilyen ütembe fejlődnek, akkor lehet, hogy végén beleszólhatnak akár a harmadik, negyedik helyért folyó küzdelmekbe is. Mick Schumacherrel szintén egyetértek. Egyrészt nagyon szimpatikus, amiket látszik rajta, hogy egy ilyen szerény, szorgalmas srác, aki tényleg egy sztár valamilyen szinten már most is, és megtehetni lehetne egy ilyen sztár attitűdje, hogy mégiscsak egy 7-szeres világbajnok fia, és azért tényleg mindenki vele foglalkozik, de tényleg nagyon szimpatikusan vezet, szimpatikusan nyilatkozik, és teljesítményt tesz le az asztalra. Én valamilyen szinten féltem attól, hogy bekerül a nagyok közé, és akkor ugye voltak olyan hangok, hogy őt nagyon támogatták a kisebb kategóriákba, és akkor lehet, hogy akkor Mazepin is, hogyha lenyomja, azért az eléggé kellemetlen lenne, de abszolút rám cáfolt eddig, vagy a félelmeimre, és időmérőn és futamon is kiválóan teljesít. Ahhoz képest, hogy ez a ház mennyire vezethetetlen és borzalmas, tehát az onboard felvételeken is látod, hogy állandóan ide-oda rángatja szerencsétlen kormányt, ez borzalmas, és tényleg a 120%-ot hoz ki az autóból. Igen, és főleg annak tekintetében nagyon érdekes, ugye, hogy Schumachernek a gyengesége az tulajdonképpen az időmérő volt, ugye az F2-ben, és tényleg nagyon sokat fejlődött, és hát nyilván egyébként ugye az is előzménye volt a hétvégének, hogy a Mazepin elmondta, hogy mekkora előnyben van Schumacher, hiszen az a Ferrari-s vonal azért mégiscsak ott van, de én azért nem emelném ezt ennyire ki Mazepin helyében, ha bár, na mindegy, erről majd nyilván a verseny tekintetében is fogunk beszélni, hiszen az az egy perc, az... Schumachernek tehetségbeli előnye van, én azt mondom, hogy az meg... Hát, valljuk őszintén, igen. Igen, egyébként még a időmérőn Carlos Sainzot emelném ki, aki szerintem a csapatot váltott pilóták közül, ő az, aki legjobban tudja felvenni a ritmust. Szerintem ő megtalálta ebben a nagyon nehéz környezetben a Ferrari-nál az otthonát, valószínűleg azért, mert egy nagyon jó karakter, na sokszor elmondtuk itt a Szélárnyékban is, hogy mennyi munkát tesz bele, és ahhoz, hogy ő ötödik tudott lenni időmérőn, hogyha a papírformát nézzük, a két Mercedes és a két Red Bull után megszerezni az ötödik helyet, hatalmas bravúr, és nagyon följebb nincsen, hogyha esetleg valamelyik Red Bull vagy Mercedes pilóta hibázik, akkor lehet mondjuk egy negyedik vagy nagyon nagy bravúra egy harmadik helyet megcsípni az időmérőn. Egyébként nekik az ötödik lehet a plafon, és akkor azt általában Leclerc vagy Norris szerezte meg, és ilyen hamar harmadik futamon Sainz meg tudta ezt szerezni, az óriási dolog. Utána persze a futamon nem feltétlenül alakult úgy, taktika miatt. Jó, de hát azt a Ferrari magára is vállalta, tehát ott túlvállalták magukat, de az a három tized, amit adott Leclercnek az időmérőn, az tényleg figyelemre méltó volt mindenképpen. És akkor szerintem menjünk tovább a versenyre, hiszen jött egy olyan stratégiai csata, ami azért főképpen legalábbis szerintem a Mercedesnek kedvezett, hiszen azt láthattuk, hogy habár persze a németek egyből azt mondták, hogy a Red Bull süllyedt hozzájuk, nem ők fejlődtek. Igen. De hát nyilván ez a narratíva, ez jellemző rájuk.
És hát ugye kezdődött egyből a verseny egy Kimi Räikkönen hibával, egy elképesztő blödséggel, ugye egy kapcsolót mondhatott éppen, miközben... Amúgy az nem igaz. Én megnéztem az onboard felvételt, és ez volt a kamu egyébként, amit mondott az Alfa Róma, hogy ezt a futam után mondta, de utána már a későbbi interjúban elmondta, hogy hát megtörtént, ami megtörtént, mert valóban matatott és nyomkodta a gombokat, de az másodpercek előtte volt, és utána volt még egy 3 másodperce legalább, hogy kapcsoljon, és egyszerűen csak nem mérte föl, hogy hol van Giovinazzi, és hát varacsgos disznó módjára telivel, mint a gyors mozdony elgázolt a Giovinazzit, úgyhogy szerintem inkább ez egy ilyen kifogás volt. Ahogy tudjuk, elaludt. Räikkönen elaludt, igen, szeret verseny alatt aludni. Hát igen, és ugye utána mindenképpen ki kell emelni azt, visszatérve egy kicsit a házakra, hogy megint mekkora különbség volt Schumacher és Mazepin között, és egyszerűen a verseny végére ugye volt 1 perc előnye Schumachernek, ami elképesztő volt. Egy piros pontot azért beírhatunk Mazepin neve mellé is, hiszen elismerte a Perez feltartásos hibáját, és utána ezzel bocsánatot kért. De legalább már bocsánatot kért. Óriási fejlődés. És ő lett a nap versenyzője. Hát ez már sikeres futam. Nem, meg a másik, hogy Mazepin csak egyszer forgott meg ezen a hétvégén, az is rekord. Igen. De egyébként van egy olyan oldal, de szerintem minden Forma 1-es rajongó ismeri, hogy mazepin.com, és ott lehet nézni, hogy melyik hétvégén hányszor forog meg Mazepin, és hány perc telt el a legutóbbi megforgása után. Majd bióba lerakjuk a linket, nézzétek meg mindenképp Balázsral, mi szoktuk nézni, zseniális. Azaz. Igen, és ugye volt egy safety car fázis, amikor ugye Bottászon volt a hangsúly az újraindításnál, és hát én nem tudom, ti mit éreztetek ebben a pillanatban, de én kicsit azt éreztem, hogy kétszer körülbelül el akart indulni, csak ugye kimozgatta az autó feneke, és végül úgy döntött, hogy jó, akkor vár a legvégső pillanatig. Végül ez volt a jó választás, de én egy kicsit tartottam attól, hogy megint lesz egy, talán Mugello-ba volt tavaly az, hogy ugye jól egymásra szaladt a mezőny, mert mindenki azt hitte, hogy elindultak. Hát nagyon érdekes volt, és ugye Hamilton pont megbicsaklott, és Verstappen ezzel előnyhöz jutott. Mi volt ekkor a kulcs? Józsi, te mit láttál Bottászban? Alátámasztod ezt, amit én mondtam, vagy én... szerinted ilyen taktikus volt? Én ilyesmit Bottászról nem igazán tudok feltételezni. Szerintem Bottász egy másodszámú pilótának is gyenge. Én nem igazán tudok belőle. Néha így kijönnek, ahogy általában mindenkinek van egy-egy, Maldonadónak is volt jó futama annak idején, tehát így azért benne van az emberben, hogy kijön a jó eredmény, pláne, hogy amúgy a leggyorsabb autóban ül, de én szerintem nem tudta eldönteni, hogy mi is lenne a jó, és tényleg azért indult el a végén pont úgy is, pont akkor, mert már muszáj volt elindulnia. Az meg, hogy Hamilton véletlenül pont a tükörbe nézett, és akkor pont akkor nyomott Bottas, vagy lépett a gázpedálra, az egy ilyen, hát Hamilton szempontjából szerencsétlen, Bottas szempontjából meg szerencsés, mert nyilván Verstappen szempontjából is szerencsés véletlen volt, de utána nagyon hamar kiderült az, hogy ez a Hamilton, aki ilyen szinten versenyzett, mint amilyet vasárnap, az esélytelen volt, tehát bárki ellene, tehát nagyon hamar, ugye volt egy Verstappen hiba később, de mivel az egyenesben gyorsabb volt a Mercedes, szerintem előbb-utóbb úgyis meg lett volna erőből is, hiba nélkül is Verstappen, és utána Bottas szinte már így beletörődötten el is engedte, nem volt egy komoly védekezés, amikor Hamilton elment mellette. Hamilton tényleg meg kell dicsérni, autó ide vagy oda, tehát szinte hibátlanul ment megint, és rendkívül gyors volt, és én megmerem kockáztatni, hogy akkor is megnyerte volna ezt a futamot, hogyha nem veszik el Verstappen időmérős körét, vagy a poltérő körét, mert egyszerűen nagyon érezte a pályát, nagyon érezte a tempót, jól bánt a gumikkal, és szerintem lehetett volna ez a, nem is tudom, 5 másodperccel nyert. Hát 5 másodperc lett volna, hogy valahogy Verstappen kiment, de szerintem lett volna ez több, és egyszerűen már nem kellett neki
nyomni, hogy próbált figyelni arra, hogy megint ne csúszson ki egy lekörözésnél, úgyhogy ő így ezzel így el volt elő. És itt egyébként meg kell jegyezni, hogy a Mercedes szerintem borzalmas volt taktikailag. Legalábbis az, amit Bottasszal csináltak, az, hogy kihívták, úgyhogy még hagytak esélyt, hogy Verstappen is nyilván utána rögtön jött, és csak a szerencsé múlott, hogy Verstappen egy picit kijebb ment megint, elhagyta a pályát, amivel szerintem megint nem szerzett effektíve előnyt, ahogy az időmérőn is inkább hátránya származott a pálya elhagyásból, és mégis ugye ez egy pole pozíciójába és egy pontjába került. Ezzel egyébként összejött neki a Mester 3-as gyakorlatilag, mert volt egy futamgyőzelme is, amit elvettek még ott a pályán elvették, de a lényeg az, hogy egy pálya elhagyás miatt ott is elveszítette. És ez borzasztóan amatőr dolog volt, hogy csak számoltak is ezzel, az utolsó előtti körbe kellett volna kihívni Bottaszt, amikor már Verstappen nem tud rá reagálni. És itt még megjegyezném, hogy Perezben is eléggé nagyot csalódtam, megint, pedig én nagyon bíztam benne, hogy oké, az előrelépés, hogy már stabilan hozza ezt a negyedik helyet, na de hát így, hogy 30-40 másodperc le van maradva a harmadiktól, így nem igazán tud segíteni Verstappennek. Konstruktőri szempontból jobb, mert lehet néha meg fogja majd Bottas, de nincs meg továbbra se a Red Bullnál az a taktikai előny, ami kellene. Mondjuk én Pereznél azért kiemelném azt, hogy Norris nagyon szemfüles módon csapott le rá ugye az első pár körben, az azért neki nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy ennyire lemaradjon. Én egyébként azért úgymond megdicsérném, szóval nekem ez már meggyőzőbb volt, mint eddig Gasly és Albon. És szerintem a Red Bullnak... Hát igen, de most igazából a Red Bullnak egy masszív másodhegedűs kell, mint akár a Mercedesnek. Nyilván ez Perez szempontjából nagyon rossz, és ne legyen így, hogy egy masszív másodhegedűs lesz, de igazából erre van szükségük. És egy hátvédre, ami szerintem egy 2-3 verseny múlva simán lehet, és azért, hogyha ő is ki tudja belőle autózni azt, amit azért közel Verstappen, közel Ricciardóhoz, aki még 2017-18-ban azért nagyon jó volt ez a Red Bull, az szerintem mindenképpen nagyon jó lehet. Ereszt én azért még neki is. Egyébként, mert nézzük meg, ő a szezon előtt azt mondta, hogy 5 futamot kér, és most a harmadiknál tartunk, nézzük meg az első hétvégéjét, ott nem sikerült az időmérő, de a futamon nagyon jól zárkozott fel, és maximalizálta a lehetőséget. Nézzük meg a második futamot, Imolát, ott zseniális időmérője volt, megverte Verstappent, utána jött egy katasztrofális futam, de ott nagyon-nagyon nehezek voltak a körülmények. Most jött egy olyan harmadik futam, ahol hozott 2 közepesen jó teljesítményt, nem álljultunk el tőle, de nem volt ez teljesen rossz, hozta a minimumot. Tényleg a Norris zseniális formában van, nem könnyű őt egyébként megelőzni, meg láthatjuk, hogy ez a McLaren ugyanannyira nem erős, hogy felvegye a Mercedes-t meg a Red Bull, de arra igenis jó, hogy egy pár körön megizzassz őket, és ne lehessen ilyen könnyen átlépni rajtuk, úgyhogy ez a McLaren már nem rossz, és ők is keresik még a Mercedes motorral a megfelelő kapcsolatot, és alakul, és egyre jobb és jobb ez a McLaren. Úgyhogy Perezt én megvédeném, meg nem nagyon láttam még olyat, hogy Verstappen futam után beszélgetne egy pilótájával, és itt láthattuk, pilótájával, micsoda elszólás. igen, hogy csapattársával, hogy Perez és Verstappen már beszélték meg a taktikát, úgyhogy szerintem lehet egy végre egy olyan csapattársa Verstappennek, aki nagyon-nagyon sokat hozzátehet, és nagyon nehezen vezethető ez a Red Bull, és láthatjuk, hogy Gasly Albon mennyire szenvedett vele, és Perez szerintem folyamatosan ér fel Bottaszék szintjéhez, Hamiltonék szintjéhez, persze nem fog beleszólni itt a világbajnoki címhez, de az fontos, hogy taktikailag ott legyen Verstappen mögött, és még kell egy pár futam, még mindig nem azt a Perezt látjuk, akit szerintem te mondasz és vársz, de ehhez kell idő. Hát ezzel egyetértek, annyi, hogy én valahogy többet vártam. Most ugye az, ami Albonék szintje volt, azt ő már megugorta, tehát az nálam vitán felül áll, hogy annál azért egy jobb szintet hoz, és most valahol ez az Albon szint és az általam elvárt szint között van, és persze lehet az, hogy ez idővel tényleg, hogyha akkor 5 futam után, vagy még 2 futam után visszatérünk rá, hogy eljutott-e arra a szintre,
Remélem, hogy eljut, de van bennem egy kicsi félsz, hogy olyan bizonytalan ez az egész, hogy te is lehet tényleg ezt akkor Verstappen nyakába is valami valamilyen szinten, hogy tényleg annyira elfejlesztették az autót, és úgy állították be, hogy ezt, ebből ő tényleg ki tudja hozni egy ilyen Mercedes szintet, meg hozzáteszi a saját klasszisát, és akkor bárkit odaültetnél, az szenvedni fog vele, de úgy Pereztől ilyen egyéni koncentrációs hibákat is, meg ilyen olyakat, amiket még tavaly nem láttam. Tehát most lehet, hogy még tényleg ennyire nem bízik az autóban, vagy még szoknia kell a környezetet. Én egy picit többet vártam volna tőle. Hát remélem, hogy nektek lesz igazatok, és akkor tényleg az lesz, hogy akkor négy pilóta lesz, akik legalább a taktikai szinten meg tudják majd bolondítani a futamokat. Egyébként szerintem már ezen a futamon is megkaptuk ezt a taktikai csatát, ugyan még Perez nem ért fel a top 3 autóhoz, de már láttuk ezt a taktikai csatát Verstappen, Hamilton és Bottas között, és azt, hogy a top 3 ennyire közel autózzon egymáshoz, ahhoz az elmúlt években egyáltalán nem volt erre példa. Mind az első két futamon volt valami nem várt esemény, ami miatt nem kaphattuk meg ezt a szintiszta versenyt, de most láthattuk azt, hogy mekkora taktikai csata van, és milyen apróságokon, nüanszokon múlik. Mert Hamilton, szerintem most látjuk azt, hogy Hamilton mekkora zseni. Persze nagyon sokszor megmutatta, de ekkora kihívás a kihívás előtt még sosem állt, mint most, ami elé Verstappen tesz, és Verstappen is szinte most látja azt, hogy miért 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, mert Verstappen ugye elbukta a polt, most akkor ahogy mondtad, a Mester 3-as szerzett azzal, hogy elhagyta a pályát, és milyen fontos dolgokat bukott, és volt még egy komoly hibája, nagyjából a 10. körben, a 14-es kanyarban megcsúszott kicsit a autó, és ahelyett, hogy Bottas előszette, támadhatta volna, Hamilton tudta őt megtámadni és megelőzni, és ez lehet, hogy eldöntötte a futamot, vagy befolyásolta. Szerintem, ahogy mondtad, Mercedes önerőből valószínűleg megverte volna egy is Verstappent és a Red Bullt, mert most ezen a futamon egy picivel jobb volt a Mercedes, gyorsabb volt, de nem hibázhatsz ennyit, és Verstappen akár hogyha összességében nézem az idei szezonon, nagyon sok apró hibája van. Már megérett arra, hogy világbajnok legyen, vagy világbajnoki címért harcoljon, egy komplett pilótát kapunk, de nagyon sok pici hibája van. És Hamilton nem nagyon vét ilyen hibákat. Ő egy-egy nagyon nagyokat szokott, de egyébként meg nagyon jól koncentrál, és egyszerűen könyörtelen. És Hamilton nem tudott úgy megverni egy világbajnoki címért folyó harcban, hogyha ennyi apró hibát elkövet, és ezt szerintem látja Verstappen is, úgyhogy ezért láthatjuk az idei szezonban azt, hogy miért zseniális Hamilton, mert egy-egy apró hiba, és ugrott a futamgyőzelem, ugrott a világbajnoki cím. Ezzel így abszolút egyet tudok érteni, tehát az, hogy Hamilton a turbóéra bevezetése óta, vagy konkrétan az egész turbóérában gyakorlatilag nem volt ellenfele. Nyilván a Rosberg egyszer meg tudta verni, és azt úgy tudta megverni, hogy fizikálisan és mentálisan 120%-ot adott, és így is csak vértizzadva, hát sokak szerint kicsit szerencsés körülmények között, úgyhogy gyakorlatilag utána ki is ége. Tehát Dávid egyszer legyőzte a Góliátot, ezt így ki lehet jelenteni, de amúgy a Hamilton az borzasztóan jó. És mivel, hogy soha nem volt olyan, vagy csapat, nem volt olyan csapattársa, aki folyamatosan egész szezonon keresztül nyomást tudott volna ráhelyezni, mert egyszer nem volt se Rosberg, Bottas, meg pláne nincs azon a polcon, ahol Hamilton, nagyon nincsen. És sem Vettel a Ferrarival, sem mondjuk Verstappen, amikor a Red Bull-al, voltak fellángolások, amikor nyertek pár futamot mondjuk a szezon elején, amikor a Mercedes még kereste önmagát, amikor úgymond a díva volt, meg akkor még az elején olyan időjárási körülmények és olyan karakterisztikájú pályák voltak, ahol a Ferrari tudott jobbnak tűnt, vagy jobban tudott menni. Aztán az évközi fejlesztéseket a Mercedes az mindig remekül abszolválta, és Hamiltonból mindig kijött az, hogy hát ő egy picivel gyengébb autót, egy nem tudom, 80-100 ponttal bárki ül benne, azt nagyon üti. Tehát ő tényleg egy nagyon jó pilóta,
nem, soha nem tudtam megérteni azt, hogy mondhatja valaki, hogy nincs a top 10-ben. Nyilván ez a minden idők listája, ez egy nagyon szubjektív dolog, de azért annak nagyon elfogult Hamilton gyűlölőnek kell lenni, aki nem tudja elismerni, hogy Hamilton tényleg egy ilyen korszakos tehetség, és annak ellenére, hogy tényleg a valaha volt legdominánsabb csapatban van, ki tudja, lehet, hogy ha ő tényleg urat tette volna magát, akkor, vagy feltekerték volna ezt a motort, mert ugye nemrég volt Pedillónak egy nyilatkozat, hogy 2014-ben nem merték Maxon pörgetni a Mercit, mert fértek, hogy Eccleston kitalál rájuk valami, nem tudom, kizárja, vagy tényleg betesz egy 5 kiló súlyt a kocsiba. És Hamilton borzasztóan jó. És remélhetőleg most nem az lesz, mint ami annak idején volt Fettelékkel, hogy akkor a szezon elején a Red Bull tartja a tempót, és utána pedig egyszerűen elmarad, hanem akkor így végig tudják tartani az iramot, és akkor egyrészt mindenki számára bebizonyosodhat az, hogy Hamilton hát tényleg egy borzasztóan magas szintű pilóta, valaha volt egyik legjobb, mert és szerintem ő is valamilyen szinten már erre vágyik, mert ő tényleg ilyen egy kicsit ilyen legendát építene maga köré, vagy szeretné így gondolni magára, és az nem tesz jót az önéletrajzában, hogy Bottasoknak ad 200 pontot, a többiek pedig még ott sincsenek. És azért ő tényleg nagyon, szerintem ő nagyon szeretne úgy nyerni egy világbajnokságot, hogy az az utolsó, nem tudom én, egy-két futamon dőljön el. És amúgy ő van annyira jó, hogyha Verstappen tényleg, ahogy mondtad, ennyit fog hibázni, akkor lehet, hogy szoros lesz, de hogy Hamilton nem fogja megverni, az tuti. Nem elég az, hogy legyen egy Mercedes szintű, nagyjából Mercedes szintű autód, ahhoz Hamilton szintű pilótának kell lenned, hogy ott legyőzt. És ezt sokan elfelejtik, pedig hát Hamiltonnál nagyon nehéz jobb pilótát mondani úgy bármikor. Akár a jelenlegi mezőnyből, akár a régebbiből, mert tényleg letisztult emberileg az utóbbi időben is pilótaként nagyon sokat fejlődött, nagyon keveset hibázik, és tényleg nagyon gyors, tehát ezt nem lehet elvenni tőle. Igen, gyakorlatilag legutoljára csak Nicole Scherzinger miatt volt kizökkentve teljesen, de igazából azóta, hogy így kiegyensúlyozott így a mentális állapota és a magánélete, azóta azért eléggé magabiztosan tudja ezeket hozni. Nyilván ez elvitathatatlan tőle, és egyébként én magam is nagyon kiszoktam akadni azokra a kommentelőkre, vagy nézőkre, hallgatókra, akik egyszerűen nem bírják elismerni, meg ugye nagyon sokan akár a rasszizmusból nézik őt le. Tehát ez is engem borzasztóan megdöbbentett, hogy még itt tartunk, hogy nem lehet elismerni valakinek a teljesítményét, pedig ezt szerintem mindenképpen el kell, még akkor is, hogyha az embernek a szíve teljesen vörös, és a Ferrari-nak drukkol, vagy esetleg a Red Bull-nak. Tehát szerintem ez egyszerűen elvitathatatlan. Viszont beszéljünk még egy nagyon velős témáról, ami azért még hosszabb időt kíván meg magának, hiszen ugye a harmadik futam óta tart ez a mizéria a pályahatárokkal. Michael Masinek igazából úgy mondva 2021-ben egy mániája lett ez a módosítgatás, így gyakorlatilag hát eseményről eseményre, nem is futamról futamra módosítgat, hanem akár szabadedzésről szabadedzésre, habár ő nagyon magabiztosan állítja, hogy ezek teljesen következetesek, és egyszerűen ez úgy van megírva a nagykönyvbe, de egyszerűen én kezdem nagyon utálni, hogy erről szól akár az utolsó pár kör, vagy bármi pontok szólnak arról, hogy most jaj, elhagyta, vagy nem, melyik kanyarba, és milyen szituációban. Tehát ez egyszerűen Charlie Whitingnál annyira szerettem azt, ahogy bánt a pilótákkal, ahogy milyen következetes volt, és versenyzői fejjel tudott gondolkodni. Michael Masi pedig szabálykönyvekben gondolkodik. Igen, de hogyha a szabályt nézem egyébként, akkor Masinek a nyilatkozatai teljesen jogosak, és szerintem itt egyébként ezen a hétvégén nem nagyon lehetett vitatkozni a döntésekkel, mert szerintem jogos volt, meg ami a szabálykönyvben van, akkor azt tartsuk be. Nekem azzal van a nagyobb problémám, hogyha nem egyértelmű a szabálykönyv, és nem egyértelmű az, hogy mikor, mit kell követni, ahogy az első futamon. Utána szerintem itt ezek a döntések bármennyire is
olykor megkérdőjelezhetők, vagy nem örülünk annak, hogy erről kell beszélni, szerintem jó döntések születtek, és ezt meg kell oldani a pályán szerintem, belül, szerintem és szerintem ez Verstappennek kell, leginkább a Verstappennek, meg a Red Bullnak vannak ezzel problémái. Időmérőn ezeket el kell venni. Meg kell határozni azt, hogy mely kanyarokban nem hagyhatod el a pályát, és emiatt el lesz véve a kör. Utána pedig meg kell határozni azt, hogy hányszor hagyhatod el bizonyos kanyarokban a futamokon, és akkor szólnak, előzéskor nem térhesz le a pályáról, akár a leggyorsabb kört, amiért járpont meg akarod szerezni, nem térhesz le a pályáról. Szerintem ezek ott vannak a szabálykönyvben, és következetesen be vannak tartva, akkor ezzel nincs gond, és szerintem ezt nem kell vitatni. Az valóban szurkolóként, vagy akik a versenyt szeretik, nem örülünk, hogy erről kell beszélni, vagy ezek döntenek, de a szabály a szabály, és szerintem, hogyha mondjuk Hamiltonnal történik meg, vagy más csapattal történik meg, akkor lehet, hogy kevésbé zavarná a szurkolókat, és szerintem fontos az, hogy következetes legyen a szabály, és mindenkire ugyanannyira vonatkozzon, és az első futamon ebből volt vita, mert lehet, hogy nem volt tiszta, vagy ők is belezavarodtak a szabályokba. Itt a második, harmadik futamon szerintem teljesen tiszta az, hogy mit, mikor, hogyan lehetett csinálni bizonyos kanyarokban. De hogyha az első futamra visszatérünk, én egyébként szerintem optimistán látod, mert én a régi FIA-val sem voltam kibékülve, tehát Whitingékkal sem, mert azért ők is tudtak nagyon furákat dönteni, de ehhez képest az te ég és föld. Tehát ezek így, mintha most tanulnák a Forma 1-et az elejétől. Tehát ez, hogy de tényleg, hogy az nem létezik, hogy minden csapat hülyés, csak az FIA nem. Hogy amikor esik az esély, akkor most kimehet be, kimehet ki, akkor kinek kell visszaadni a pozícióját, akkor most hány kiveti vissza a körét, most akkor ő mégse veheti, de hát neki ezt mondták. És vannak akkor hülye szabályok, ezt elismerem. És akkor, de nehéz, nagyon nehéz meglátni azt, hogy miben különbözik ez, meg miben különbözik az. De például, ha veszik az első futamot, hogyha nem csinálnak semmit, és azt mondják, hogy megvonják a vállukat, menjél ki te is, fiam, akkor nem lett volna ebből semmi. Hát a te hibád, miért nem vagy szemfülesebb? De így, hogy akkor utólag most beszóltak, hogy jó, akkor Hamilton most már 29-szer elment, de 36-szor már nem, ma akkor rátszólunk. Ennek olyan rossz negatív visszhangja van, hogy tényleg akkor most a Red Bullnak kell észrevennie, hogy Hamilton folyamatosan elhagyta a pályát. És egyébként a szabályokban pedig Hamilton megtehette. Tehát olyan nem volt egyértelmű a szabály, tehát alapvetően nem csinált semmi rosszat. De egy utólag meg az jön ki, hogy akkor az FIA így hirtelen rádöbbent, hogy hoppá, mert nem tudom, mert a Red Bull szólt, vagy bármi. És akkor most az van, hogy itt nagyon sokan egyből elkezdték azt, hogy az FIA már akkor megint Hamilton tolja, meg akkor miért nem, meg akkor ellopták Verstappentől a győzelmet, meg számolták, hogy akkor, ha Hamilton csak 2/1 szerzett körönként, akkor pont Verstappen mögött lett volna még 10 másodperces büntetése, stb. És ezekkel a következők, és tényleg nagyon következetlenek, és olyan szabályokat és olyan körülményeket talán nyilván úgy tudják forgatni ezt, ahogy nekik jól esik. És mondjuk egyetértek azzal, hogy Hamiltonnak vissza kellett adni a pozíciót, mert Verstappen úgy előzött, hogy elhagyta a pályát. És ez minden körülmények között, 20 évvel ezelőtt is, hogyha levágtad a pályát előzéskor, vissza kellett adni a pozíciót. Tehát ez nem kérdés. Az, hogy most mi számít, hogy most nem mérlegelik azt, hogy mondjuk azzal veszítette időt, vagy elhagyta a pályát, vagy nem tudom, vagy hogy most akkor mennyi is volt az, vagy milyen körülmény, vagy hogy akkor azt nézni kell-e, vagy ezek így szabály szerint el tudom fogadni, de tényleg akkor csinálják azt, hogy ahol gyanús a helyzet, vagy ahol nagyon problémás, hát nem tudom, szórják fel homokkal, vagy tegyenek oda kavicsáját, vagy csinálják úgy, hogy akkor, hogyha kimész, akkor megszenvedjél vele, de én ebben nem látom azt a nagy következetességet, és nyilván, hogyha Hamilton szivatták volna meg, akkor most mindenki hallelujázna, mert a végre most már kapjon ő is valamit, ami szerintem ugyanúgy nem jó, attól függetlenül, hogy nem szurkolok neki, de ez így nem tűnik jónak, amit, legalábbis nekem nem tűnik jónak, amit az FIA csinál. Szerintem Imolában csinálták zseniálisan, ahol szintén mondjuk nem volt elég sóderágy, és ahol mondjuk a tavalyi
futamon voltak levágások, oda raktak most fekvőrendőröket, ilyen bukkanókat, és emiatt a pilóták nem használhatták annyira azt a területet. De hogyha mégis lecsúsztak az ívről, akkor jó, de... meg nagyon dobott az autón, és akár benne volt, hogy valami károsodást szenvednek vele, és akkor meg technikai probléma lépett fel. Szerintem ott az tök jól megoldották. Én itt Portimaóban meg nem látok olyan döntést, amivel nagyon vitatkozni kellene, vagy ki kellene nekünk akadni. Úgyhogy én most az első futamon értem, hogy hoztod ez Balázs, de itt most én nem értem, hogy miért akarjuk támadni. Na, az F1-et. Én elmondom, hogy miért akarom őket támadni. Azért akarom őket támadni, mert nagyon unalmas, hogy egy versenyt úgy kell végignézni, hogy közben utána derül ki, ugye az FIA elmondja, hogy 18 kört töröltek azért, mert a 4-es és a 14-es kanyarokban elhagyták a pilóták a pályát. Gyakorlatilag arról van szó, hogy folyamatosan azzal kell foglalkoznunk, hogy jaj, most vajon törölni fogják, vagy nem fogják törölni. Szerintem ez egy rossz megközelítés. Oké, hogy következetes ez is, de sokkal következetesebb lenne az, hogy azt mondanánk, hogy vagy a fehér vonal, vagy a rázókőnek a széle a pályahatár, vagy pedig egyszerűen tényleg, ahogy mondtad is Józsi, hogy oda tenni kavicságyat, ahol tényleg megszenvedik, és nem kell az FIA-nak se ezzel bajlódnia, és nekünk se kell azzal baromkodnunk, hogy közben nézegetjük ezeket a kis FIA utasításokat, hogy a törlés volt a vége a körnek. Szerintem sokkal egyenesebb is lenne, és igazából mindenki elégedett lenne az eredménnyel, hiszen gyakorlatilag aki feszegette a határokat, és nem hibázott, az megcsinálta, aki nem bírta ezt így abszolválni, az pedig hátrányt szenvedett. Szerintem ez sokkal egyenesebb megközelítés lenne, mint ez a körtörölgetés. Ezzel abszolút egyetértek, az FIA ne akarjon főszerepet magának, ne akarjon mindenáron beleszólni, meg döntés hozni, meg valamit, tehát hagyja meg. Tehát ami nagyon brutális, és valaki nagyon csúnyán valamit levágott, vagy ütközött, vagy ki, ezeket ki kell vizsgálni, ők erre vannak. De az, hogy most így folyamatosan változgatják, és akkor, hogyha valaki mondja, hogy ez mégse jó, akkor most picit módosítják, ez nem jó, és én értem, tehát tényleg szabály, de akkor mondjuk úgy, hogy rossz a szabály, akkor egy rossz szabályt hoztak, mert hülyeség volt szerintem ezzel így foglalkozni, vagy akkor tényleg tegyenek oszlopokat is. Nem is tavaly volt egy olyan futam, nem is tudom már hol volt, ahol ezeket a kis... Szocsiban volt, ahol Sainz neki mentem miatt, igen, az meg szintén hülyeség volt, mert... Az szintén hülyeség volt, de jó, oké, de azt még megértem, mert akkor, hogyha úgy levágja a pályát, akkor tényleg megszenvedi, mert akkor összetöri a kocsit. Akkor tényleg legyen ez, hogy akkor hagyják menni őket, mert és úgy ebből attól félek, hogy majd megint lesz az, hogy meg biztos vannak mondjuk Hamilton gyűlölők, mert olyan rengeteg van, akik majd találnak egy olyan onboard felvételt, ahol nem tudom én, vagy kettőt, vagy hármat, hogy mondjuk Hamilton háromszor elhagytott a pályát, és akkor miért nem szóltak neki a rádió, miért nem kapott, figyelmeztették, hogy még egy ilyet csinálsz, akkor kapsz egy fekete zászlót, vagy valamit, tehát és ebből megint csak konfliktus generálnak. És szerintem nem kell. Egyébként Cunodának szóltak, amikor túl sokszor hagyta, nem tudom most hanyas kanyarban a pályát, de szerintem igen. Itt nem volt ezzel probléma. Itt az egy pont volt a kérdés, hogy azzal indokolt az FIA, ugyanúgy, ahogy időmérőn meg volt szabva, hogy melyik kanyarban nem téreszne a pályáról, mert akkor az törlik az időt itt, hogy a leggyorsabb kört megfutod a futamon, ugyanaz volt a szabály. Szerintem ez tök logikus és értelmes, és egyébként nem nagyon kötöttek bele abba, hogy hol térhetsz le a pályáról szerintem, itt Portimaóban tök következetesek voltak, és nem is volt ebből probléma, annyi, hogy Verstappentől elvettek egy pontot, de ugyanaz a szabály volt, mint időmérőn, és azért időmérőn az elmúlt években, 10 évben mindig volt ilyen szabály, hogyha ebben a kanyarban levágod a pályát, akkor érvénytelen lesz a kör. Mert ott időszerzett. Nem, az elmúlt, az elmúlt években az volt, hogy a fehér vonal a határ. Ennyi. Na, de hogyha azt akkor meg lehet csinálni itt is, hogy a fehér, vagy úgymond levágod a pályát, hogy letérsz a fehér vonalról, akkor törölték akkor is az időt. Most is ez van. Vagy akkor a rázókörről mész le. Csak most több pedig bejött a leggyorsabb kör, az nem annyira egy új szabály, hogy a versenyen is van a leggyorsabb kör, az meg plusz pont. Akkor meg szerintem ezzel nincs semmi gond, hogyha azt nem. Mondod, hogy úgy szerezheted meg. Itt nem azzal van gond, hogy ezeket törlik,
töröljék, hogyha előnyszerzés volt jogosatlanul. Itt azzal van gond, hogy több mércét alkalmaznak. Itt ezt alkalmazzák, ott azt alkalmazzák, egy hétvégén belül háromszor módosítanak, és igazából ez a fajta következetlenség az ő szemükbe persze teljesen jó és egyenes, de szerintem egy kollektív szabállyal kéne nekiindulni ennek az évnek, és mindegyik nagy díjon annak kéne szerepelni a szabálykönyvben, hogy az a határ. És azt, hogyha átléped, akkor töröljük. Akkor azt mondod, hogy az jó. A gondot, hogy ne kanyaronként mondják meg, meg a szabadedzések alatt nekem... ne változtassák meg a döntésüket, hogy igen, a második, első szabadedzésen még abban a kanyarban levághatod, kitérhetsz a pályáról, a harmadik szabadedzésben pedig úgy döntenek, hogy inkább ne is így menjünk rá az időmérre, hanem akkor azt mondod, hogy akkor minden hét végén az a szabály, hogy rázönkön túl, vagy akkor fehér vonalon túl, és akkor mentél le, és akkor veszik el, és ha nem tudom, a ötször letérsz a pályáról, akkor kapsz egy három másodperces büntetés, hogy ne pályás specifikus legyen a szabály, hanem legyen egy egész szezonos szabálymódosítás. Hát, nem tudom, hogy egyébként, hogy igen, ez a vonal, lenne. Tehát a fehér vonal, vagy a, tehát ez így... Igen, ez ilyen egyszerű. Lenne. És hogyha ezt bevezették volna, akkor nem lenne Hamilton ügy az első futam után, nem lett volna semmilyen ügy, és akkor ez így kész. És egyébként, tehát tényleg én csak azt nem szeretem, hogy az FIA tényleg így nagyon bele akar folyni, de minek kell megmondanod, hogy ebben a körben akkor rázók, ebben a kanyarban rázók, a másikban akkor ott fehér vonalig mehetsz, a harmadikban úgy nem is nézzük ott, hogyha úgy van, akkor mehetsz nagyívben is. Tehát ez nem jó, lenne egy egységes dolog, és akkor így nem lesz ebből soha vita. Olyan, mint foci meccsen beleszól a bíró, és akkor az a gond, hogy a bíró dönti el a mérkőzést. Hát valamilyen szinten igen, de egyébként tehát tényleg nem, tehát Verstappen elhagyta a pályát, szabályoknak megfelelően el kellett tőle venni a pontot. Ezzel semmi gond nincsen, ilyen van a szabály. Amikor néztük a futamot, akkor egyből feltűnt. Ott mondtuk is, hogy hú, ezt tuti el fogják venni, mert kicsivel ugyan, de pont kiment. De hát, és akkor tud váltuk, tehát nem, minket nem lepett meg úgy, mint ugye, az interjú megkérdezett tényleg, hogy really elvették a körömet. Hát igen, őt is meglepte. Az várva volt, nem is, igazából nem is háborodtam fel rajta, meg is csak egy pont, meg most ilyeket fölösleges kiakadni, még úgy is, hogy mondjuk most amúgy szurkolok neki. Igazából nem is, hogy neki, mert amúgy Verstappent annyira nem szerettem. Én igazából már a Mercedes hegemóniát tudom egy picit. Igen. Én tényleg megpróbáltam Bottasnak is szurkolni egy kicsit, csak már váltott. Az nagyon nehéz amúgy. De az akkor inkább a Lions komolyan. De, az még rosszabb. De tényleg akkor ne ők döntsék már el, ne ők határozzanak már még minden pályán, minden pályának van egyedi vonalvezetése, akkor most mindegyikbe kitalálják, hogy akkor most itt nem lehet átmenni, ott nem lehet átmenni, amott nem, és akkor nem azon, hogy mindenütt a vonal, vagy mindenütt a rázók, hanem így, ahogy ők ezt jónak ítélik, és ne ők ítéljék már jónak, a pályának van egy vonalvezetése, a pályának van egy felfestése, az legyen a határ. Vagy hogyha valaki tényleg, akkor tényleg mindenhova sóderágyat, és akkor, hogyha valaki kimegy, az tuti, hogy elbuk 2-3 tizedet, és akkor nem fogja leszélesíteni a pályát. Igen, nekem egyébként ez egy picit ilyen sógyilkos, tehát meg egy kicsit szemben áll önmagukkal, mert ugye hozzák a sprint versenyt, hogy még nagyobb sót csináljanak, és még nagyobb izgalmakat, de igazából ezzel ölik meg az izgalmakat, hogy közben össze-vissza ezekkel a egyébként szerintem ilyen kicsit bürokratikus dolgokkal kell foglalkozni, hogy jaj, akkor bejelentjük őt, ő 28-szor hagyta el, mi csak egyszer, de akkor tehát, hogy ne erről szóljon már, és hogyha nem erről szólna, akkor most lenne egy Verstappen győzelmünk Bahrainben valószínűleg, hogy teljesen más lenne. Meg nem erről egész... beszéltünk volna fél órát a szélárnyékban. Hát igen. Hanem beszéltünk volna a csapatokról is. Hát, vagy nem lett volna, tehát azért ez nehéz megmondani. Persze. Ahogy szerintem mondjuk itt is max egy gyors körrel lett volna, de lényegtelen, tehát nem lehet ezt így, tehát tényleg ne az legyen, hogy mi most Hamilton ellen akarunk beszélni. Nem, semmiképpen. De, mert tényleg, tehát jelenleg Hamilton a legjobb pilóta, a három futam alapján ütötte le a legjobb teljesítményt, és abszolút megérdemli ezt. Ettől függetlenül az FIA már csak ugye a kollektív jólétünk érdekében dönthetne úgy, hogy nem popázik bele mindenbe, hanem akkor van egy vonal, és akkor... Igen. De amúgy várjuk akkor a kommentben a kedves nézők és hallgatók véleményét, hogy szeretitek ezt a rendszert, vagy akkor valóban
egy ilyen reformot bevezetnétek, akár amit Balázs javasolt. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan látjátok, hogy titeket mennyire zavar az, hogy erről kell beszélni, vagy ezek döntenek, és úgymond akkor szintiszta versenyt szeretnétek szintiszta szabályokkal. Aztán, ha úgy van, indítjuk a petíciót, és elküldjük Michael Mazinek. Igen, és akkor a következő petíció pedig az lesz, hogy Binotto helyett Balázs legyen a Ferrari csapat főnöke. Így van. Mazepin helyett meg kit indítsunk. Megyek szívesen. Ennyi. Józsi, te meg leszel majd Zeffiának a vezetője. Simán, én nagyon szívesen elvezetek mindent. Én ilyen Ecclestone szintű vezető leszek, én tényleg unatkozni fogok, akkor viszem a locsolócsövet, aztán így fellocsolom a pályát, ilyen random helyeken. Na hát így akkor túl vagyunk a szezon harmadik futamán is. A portugál nagydíjon, ahol tehát Lewis Hamilton megszerezte pályafutásának 97. győzelmét, ami már elképesztő szám, és ugye egyre közelebb van a 100-as álomhatárhoz. És ugye egyből a hétvégén Spanyolországban, Barcelonában folytatódik a száguldás, ami még nagyobb izgalmakkal kecsegtet, hogyha belegondolunk, akkor Verstappen itt csak egyszer győzött, ugye 2016-ban, azóta négyszer Lewis Hamilton, úgyhogy egy igazi, megint csak egy hegemóniát kell megtenni. De hogyha már így a végére értünk az adásunknak, azért azt el kell mondanunk, hogy ez a trió, amit most láttatok, azért az egy nagyobb dobásra is készül, úgyhogy most így ennyit így előjáróba, de hamarosan azért pár héten belül jelentkezünk még nagyobb bejelentésekkel is, és akkor talán valami újdonságot is megláthatok. Még mielőtt lezárnád a mai adást, két embert mindenképpen ki akartam még emelni a hétvégi futamból. Egyik Mick Schumacher, akiről beszéltünk, hogy időmérőn is nagyon jó volt, és arról azért nem beszéltünk sokat, hogy futamon ezzel a háztal, ami legalább annyira gyenge, vagy hasonlóan annyira gyenge, mint a két évvel ezelőtti Williams, meg tudott előzni egy Latifit, és 50 körig üldözte, és utána hibára kényszerítette ki, és megvolt az előzés, az valami elképesztő, hogy ezzel a háztal ott tud lenni egy Williams-al, akik valóban nagyon-nagyon szenvedtek, de ez egy óriási teljesítmény volt Mick Schumachertől, és nekem azt mutatja, hogy fejben ő nagyon ott van, megvan a tehetsége, gyorsan alkalmazkodik, és lehet, hogy itt ő a Forma 1-ben nagyon nagy dolgokra lesz képes. A másik pilóta, akit meg akartam említeni, az pedig Lando Norris, aki a nagyok után a középmezőnyből mindig ő volt a legmagasabban, meg tudta erőzni Leclerc-et, Sainzot, Ricciardót, vagy akár a alpinosokat, vagy az Alfa Taurit, akik megint kicsit alul teljesítettek, és nem jön ki belőlük a potenciál, úgyhogy Lando Norris bomba formában van, és nagyon érdemes rá figyelni, hogy meddig jutott, meg egy kérdésre sem lett volna hozzátok, hogy szerintetek mi volt Alpinnak ez a hatalmas javulása, mert az első két futamon szenvedtek, és most pedig mind az időmérőn, mind a futamon nagyon-nagyon magabiztosan versenyeztek, és most már azért láthattuk, hogy Ocon és Alonso elkezdte nyilatkozatokban, interjúkban egymás szurkálni, és hát két olyan pilótáról beszélünk, aki nem nagyon tudta kijönni a csapattársaikra, úgyhogy ott még lehet nagy izgalom. Józsi? Az biztos. Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ez a mai Forma 1 az annyira összetett, hogy lehet, hogy a szél segített nekik, lehet, hogy a fejlesztések, lehet, hogy most pont ez a gumiszett, amit hozott a Pirelli, az feküdt nagyon. Ezekkel az ilyen fellendülésekkel én mindig kicsit szkeptikus vagyok, még várnék egy-két futamot, de bízok benne, hogy a középmezőny az még inkább közelebb lesz egymáshoz, és akkor ott nagyon parás csatákat láthatunk, és akkor lesz ugye egy főliga, meg egy nagyon izgalmas miniliga is. Hát, ha majd az Aston Martin is fel tud hozzájuk nőni, bár ehhez kapcsolatban most egy kicsit szkeptikusabb vagyok, de az Alpine az nagyon jól ment. Valamilyen szinten már Alonsót is sajnálom, hogy tényleg itt rossz helyekre ment, és már valamilyen szinten tudnék örülni annak, hogyha neki is lenne valami sikerélménye, meg nem bánnám, hogyha tényleg lenne mondjuk 3-4 olyan autó, amíg képes lenne reálisan futamgyőzelemért menni. Úgyhogy én bízok benne, hogy hát, hogyha így fogják folytatni a szezon második felében, akkor eljutnak arra a szintre, hogy futamgyőzelemért menjenek. Ami nem túl valószínű, de tényleg már csak nagyon nagy bátor kijelentés volt, meg egyébként a alpinosok el is mondták, hogy
Hát ők nem is tudják, hogy mi is volt az oka, lehet, hogy valóban a széljárás pálya karakterisztika, mondjuk, nagyon örülnek neki, de egyelőre ők se értik. Az lehet, hogy a csapat ért össze, mert ugye úgy új a vezetőség, meg új csapatmérnökök, úgyhogy elég sok minden változott náluk, de egyelőre ők se értik a fejlődést. Hát komoly tizedeket jött. Tehát ez tényleg mondom, hát hogyha 10 futam alapján, 10 futamonként jönnek ilyen 2-3 tizedet, mondom, ott lesznek a igen, de erre sok esély nincs azért. Nem, nincsen, de hát drukkolni lehet. Én régen a régi formát, ugye mondták, hogy mindig ez a Schumacher-féle korszak, ez milyen unalmas volt, de hát basszus, ott mindig volt egy 4-5 pilóta, aki állandóan tudott nyerni. Tehát nem csak Schumacher volt ott, mert ott volt egy Montoya, ott volt egy Raikkonen, ott volt egy Häkkinen, ott volt az öccse is, a Ralf Schumacher is, ott volt egy Kult, de valahogy mindig azért jó, hogy Schumi megnyerte a bajnokságot, azért ott voltak a többiek is. És nagyon örülnék annak, hogyha lenne 4-5 pilóta, amiknek tényleg van valamilyen szinten reális esély. A bajnokságot nyerni nem is, de azért egy-egy futamot azért hát elcsipnének a nagyoktól. Az vagy mindig egy olyan szezonban. Igen, tehát ez mindig egy olyan jó érzés, amikor, mert azért bajnokságot nehéz nyerni, ahhoz tényleg motorsportról beszélni, nagyon jó technika kell, tehát na jó autó nélkül sose leszel bajnok, és azért a futam győzelmeknek, mint a Grand Slam-ek, tehát lehet, hogy nem leszel soha a világ első, de hogyha már van 1-2-3 Grand Slam-ed, akkor már valamilyen szinten már teniszből, tehát nem a Forma 1-es rendszám, amit volt, tehát a teniszes, tehát hogyha nyersz egy futamot, akkor az már egy olyan teljesítmény, amire nagyon-nagyon kevesen voltak képesek, és amire tök joggal vagy büszke, és én mindig örülök annak, hogyha újonc van a dobogón, hogyha újonc van a legfelső fokán, én nagyon remélem, hogy idén azért látunk egy-két olyan váratlan teljesítményt, hogy akár egy Alpin, akár egy Norris, akár nem tudom, én nehogy Isten egy Fettel odaférne, az nagyon nem tudnék neki örülni. Hát reméljük, hogy ez a spanyol nagydíjon ugye előjön, mert ugye ha jól emlékszem, itt is új aszfalt lesz, úgyhogy Fettel akár csak tavaly a török nagydíjon megint halászhat a zavarosban, úgyhogy reméljük. Úgyhogy így az adásunk végére érve, azért foglaljuk össze, hogy ugye 8 pont a különbség a két élmenő között, ugye Hamilton és Verstappen között, úgyhogy reméljük, hogy jön a visszavágó, és a Szélárnyék is jelentkezni fog majd jövő héten is, ugyanúgy a futamkibeszélővel és a legizgalmasabb történésekkel. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Én köszönöm, hogy itt voltatok, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!